Amerikában már több mint 17 éve használnak szimulációs babákat az egyetemi hallgatók Nyíregyházán 2011-től. Egy hosszabb távú együttműködési szerződésnek köszönhetően az elmúlt években már kipróbálhatták ezeket az eszközöket a diákok, most pedig sikerült a Debreceni Egyetem egészségügyi karának forrást találni a modern eszközök beszerzésére. A magyarországi felsőoktatásban először Nyíregyházán használhatnak hasonlókat. Ennek az eszköznek az értéke közel 2 millió forint volt, és hát nyilván arra törekszik az egészségügyi kar, hogy a képzéseiben ugye a gyakorlati képzést erősítse. Ez az eszköz nagyon jó szolgálatot fog, lehetőséget fog teremteni mind a védőnő, mind a szülésznő hallgatók számára arra, hogy a teljes szülői élményt, ugye a gyermekgondozás alapjait elsajátítsák. Ez a technikai innováció segíti a gyakorlati képzést, az eszközöket 3 napig bízzák a hallgatókra. A 4 új baba között alkoholt fogyasztó, kábítószer használó szülő, valamint a durva bánásmód következményeit bemutató szimulátor is van. Az életszerű babák ugyanolyan odafigyelést igényelnek, mint az igazi csecsemők. A szimulációs babákat a tanórai keretbe is beillesztik az egészségügyi karon. Ez elméleti képzést is tartalmaz, ami önismerettel, önfejlesztéssel, kommunikációval és eszenciális tudásanyaggal is ellátja azokat, akik a programba bekapcsolódnak, illetve technikai eszközökkel, amik révén tulajdonképpen egy élményszerű tapasztalatot szereznek arról, hogy milyen várandósnak lenni. Bemutatjuk azt, hogy a várandóság milyen veszélyeivel találkozhat a fiatal, abban az esetben az életmódját nem változtatja meg, és esetleg alkoholt vagy drogot fogyaszt. A durva beavatkozások, az agresszió következményeit is bemutatjuk egy úgynevezett shaken baby-n keresztül. A babák rögzítik az adatokat, így a minőségi gondozásról is visszajelzést kaphat majd az oktató. A bemutató előadáson az is elhangzott, az iskolában végzett hallgatók nem minden esetben tapasztalják meg a várandóság élményét még a munkába állás előtt, ezért is fontos az ilyen tapasztalat szerzése számukra. A közeljövőben akár az örökbefogadó szülőknek is bevezetik a szimulátor használatát még a tényleges örökbefogadás előtt.